Magyarországon egy kiemelkedően jó évben 1,2 millió, egy átlagos esztendőben mintegy 900 ezer tonna gyümölcs terem meg. Ennek közel harmadát rendszeresen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szolgáltatja, főképp a hatalmas alma mennyisége miatt. Idén országosan és a keleti régióra vetítve egyaránt kijelenthető, hogy a szélsőségesen alakuló időjárás miatt egy átlagos év alig több mint felét tudták megtermelni a gazdák. Ebben az évben, bár még végleges számaink nincsenek, nagyon valószínű, hogy 500 ezer tonna magasságában marad a megtermelt gyümölcs mennyisége. Ebből nyilván a legnagyobb szeletet az alma és a megy teszi ki, de az összgyümölcs mennyiség valószínűleg nem fogja jelentősen meghaladni az 500 ezer tonnát, tehát messze-messze a sok éves átlagtermés alatt marad. Ennek a nagyon nagy mértékű terméskiesésnek alapvetően az időjárási károkozó tényezők az okai. A vesszőfutásunk már márciusban elkezdődött a tavaszi fagyokkal, március végén következett be az első komolyabb lehűlés, majd ezt követően május közepéig mintegy 15-20 fagyos éjszaka alakult ki, amelyből 6-8 is olyan komoly lehűléseket hozott, ami összességében nagyon jelentős termésveszteségeket eredményezett. Az említett időszakban a csapadék hiánnyal is meg kellett küzdeni. Nem úgy júniusban, amikor egy hónap leforgása alatt közel 4 havi mennyiségű eső áztatta a gyümölcsösöket. Ez nem csak a munkát nehezítette, hanem a minőségben is jelentős károkat okozott. Bár a nyár második fele már kiegyenlítettebb időjárást hozott, az azt megelőző hónapokban a gyümölcsök közel fele odaveszett. A kedvezőtlenül alakult év az értékesítést is negatívan befolyásolta. A legtöbb gyümölcs szezonján gyakorlatilag már túl vagyunk, hiszen nyilvánvalóan lezárult a szamóca, a megy, a cseresznye, a kajszi barack, az őszi barack, döntően a szilva szezonja is. Amiből még található a boltok polcain, illetve a piacon, az az alma és a körte, hiszen ezek ősszel szüretelt gyümölcsök és jól tárolható gyümölcsök, amelyek akár még jövő júniusig is megtalálhatók a piacon. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy mivel a körtetermés nagyon gyenge volt Magyarországon, december-január magasságáig lesz elegendő körte hazai termesztésből a magyar piacok ellátására a szokásos márciusi szezonzárás helyett, míg alma esetében a piac azt követeli meg, hogy augusztustól augusztusig álljon rendelkezésre a piacon friss alma. Jelenleg úgy tűnik, hogy május-június magasságában, tehát jövő nyár elején elfogyhatnak a készletek. Ezek a mennyiségi és minőségi kiesések ráadásul árnövekedést generáltak, termelői és fogyasztói szinten egyaránt. Az élelmiszerek közül Magyarországon idén a gyümölcsök drágultak a legdrasztikusabban, egyes alma és körtefajtákat akár közel kétszereséért is árulhatnak, mint az elmúlt években. Emellett keresletcsökkenés is tapasztalható volt ebben az évben az ágazatban. Ahogy Apáti Ferenc fogalmazott, ez nem elsősorban az árnövekedéssel, hanem sokkal inkább a koronavírus járvány okozta korlátozásokkal magyarázható. Ennek következménye, hogy bár jelentősen csökkent a megtermelt alma és körte, a tárolt készlet a rosszabb eladási adatok miatt alig kevesebb, mint például a tavalyi évben.